Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt újra az Univerzum Travel, és mint látjátok, úton vagyunk. A Niagarától tartunk a Texas felé, és 8 államon kell keresztül mennünk. Most már elhagytuk New York államot, és most éppen Pennsylvániában utazunk, egy ilyen erdős, kellemes úton mutatom nektek. Utunk van, kellemes az idő, süt a nap, kék az ég, néhol felhőcskék vannak az égen, és nincs is nagy forgalom. Hány óra is van? 3:45 van, és sehol nem látjuk, hogy dugó lenne, vagy csúcsforgalom, vagy munkából hazafelé menő autók sora. Ez a 90-es út. Igen. 90-es útról mondjuk el azt, hogy honnan, hová tart. Mi átszeli Amerikát? Ez a 90-es út átszeli Amerikát. Kelet-nyugat irányba. És honnan indul? Bostonból indul. És Seattle felé megy, tehát egészen Seattle-ig megy az út, tehát nagyon érdekes, hosszú út. Nyilván, hogy hallottatok már erről az útról. Tehát ez most egy új állomása megint az utazásainknak, hogy megint azért hosszú ideig az autóban fogunk ülni. Néhány napot a Niagaránál töltöttünk, és csodálatos emlékeket őrzünk. Fantasztikus élmény volt a Niagara. Mindenhonnan megnéztük, ahonnan csak lehet. Rengeteg fotót, videót készítettünk, és újabb nyersanyagok vannak most a tarsolyunkban, különböző relaxáló videókhoz, vagy meditációkhoz, főképpen egyéni meditációk készítéséhez gyűjtöttünk most rengeteg anyagot. Úgyhogy aki szeretne Niagarás meditációt magának, szeretettel várjuk, és elkészítjük. Olyan, mintha ott lennétek, és teljes átéléssel megoldjátok a problémáitokat a Niagara vízesés segítségével. Igen. Tehát még egy nagyon-nagyon fontos dolgot szeretnénk bejelenteni, úgyhogy csoportos és egyéni utakat tervezünk, ugyanerre az útvonalra ilyen Niagara élménytúrát fogunk szervezni, és lehet majd rájelentkezni. Az a terv, hogy az amerikai és a kanadai oldalról is teljesen megismerjük a Niagarát, és mindenféle fakultatív programot kipróbálunk. Hát ezek közül néhány a hajózás például, akkor bemenni a barlangba, onnan nézni a Niagara vízesést, akkor felülni a zipline-ra, ami egy heveder, egy drótkötélen, és lecsúszni a Niagara mellett, és végig gyönyörködni a vízesésben, és van ilyen vadvízi túra is, és még nagyon sok érdekes. A kanadai oldalon ott van a Skylon torony, ami egy óra alatt körbefordul, tehát amíg a vacsorátokat vagy az ebédeteket elfogyasztjátok, addig egy teljes fordulatot tesz maga az étterem, és nagyon izgalmas, nagyon érdekes ott tartózkodni, csodálatos a rálátás mind a kanadai, mind az amerikai oldalra, és gyönyörű fotókat, videókat lehet ott készíteni. Kirándulásokat szervezünk, még kisebb kirándulásokat a Niagarától, például Torontóba,
esetleg még belefér az Ezer-sziget, ami szintén lélegzetelállítóan gyönyörű. De hát hadd ne áruljak el ebből többet, mert úgyis majd megjelenünk ezekkel az ajánlatokkal, és akkor lehet jelentkezni. A csodálatos az lesz benne, hogy azért magyar asszisztenciával lesz végig az út, tehát nem kell attól tartanatok, hogy bármit is egyedül kell majd csinálni, vagy intézni, ott leszünk veletek, ott vagyunk, közös élményt kialakítunk, fotók, videók készülnek, akár kérésre is, és egy életre meg lehet örökíteni az élményeket. Nos, hát ennyi előzetest a terveinkből, de mi most még tovább fogunk utazni Texasból, Las Vegas, Grand Canyon, Kalifornia, és ott is olyan szándékkal nézünk körbe, hogy mi az, amit nektek még megmutathatunk első körben, élő bejelentkezésekkel, videókkal, fotókkal, esetleg meditációs felvételeket készítünk, tehát háttereket meditációs filmekhez, vagy relaxációkhoz. Második körben pedig oda is, ha elég érdekesnek találjuk, akkor utakat szervezünk, egyéni és csoportos utakat. De legyen ez még a jövő zenéje, ez most csak egy kis figyelemfelkeltés volt, egy kis előzetes, és lehet ezen már előre gondolkodni, hogy ki szeretne velünk jönni, ki szeretne egy olyan kalandos túrán részt venni, amilyenen mi veszünk részt folyamatosan, amiről mi jelentkezünk folyamatosan. Tehát aki szeretne egy kicsit másképp utazni, mint ahogy eddig tette, nyugodtan csatlakozzon hozzánk, velünk megteheti. Ohio-ba léptünk. Wow! Addig beszéltem Pennsylvániában, amíg átértünk, kedves nézőim, Ohio-ba. Úgyhogy, hát igen, jövünk át a 8 államon keresztül. Nagyon élvezzük az utazást. Csodálatos az idő, mint elmondottam. Forgalom a minimális, tehát nagyon jól tudunk haladni, nagyon jókat tudunk beszélgetni, tervezni. Nézem itt a fotókat, videókat vissza, amiket az útjainkon készítettünk. Hát fantasztikus mennyiség van, és minőség is, ami nagyon fontos. Tehát ezekből mind-mind olyan anyagok fognak készülni, amikor erre időnk lesz, amit veletek is meg tudunk osztani különböző minőségekben. Tehát lesz relaxáció, lesz úti beszámoló, lesz meditáció. Kinek mi tetszik jobban, azt tudja nálunk megszerezni, megnézni. Időben
hamarosan kiderül a számunkra is. Egyelőre azt tudom mondani, hogy mi nagyon jól érezzük magunkat, és remélem, hogy a bejelentkezéseinkkel nektek is némi információt tudunk adni az utakról, most történetesen Amerika útjairól. Egy kicsit bepillantást nyerhettek abba az életformába, amit most mi élünk. Arra biztatlak benneteket, hogy gyertek velünk máskor is. Utazzatok velünk, üljetek be az autónkba, van még pár hely, és engedjétek el magatokat, és engedjétek be magatokba az élményeket. Azt kívánom nektek, hogy merjetek tervezni, merjetek álmodni, az álmaitokért azért minden nap tegyetek meg valamit, éljétek az álmaitokat, és kívánom nektek, hogy minden álmotok váljék valóra. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Az Univerzum Travel bejelentkezését láttátok az utakról. Ohioban utazunk. Pennsylvániában kezdtük a videót, és Ohioban fejezzük be. Csodálatos napot, estét, bármilyen...